Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Most a pontos idő 8 óra 10, és holnap igazából fogunk, azt még nem mondom, hogy kivel, azt majd a videó közepén meglátjátok, érkezni fogunk az egyik barátommal megpróbáljuk elég ilyen kisebb, komolyabb vlogra megcsinálni, igazából levideózzuk az egész napot, hogy mit csinálunk, merre járunk, meg a hasonló dolgok. Most bejelentkeztem így este, holnap reggel ismét be fogok jelentkezni, és végig fogom videózni az utat is. Azt sem árulom el, hogy merre megyek, majd azt is megtudjátok a videóban. És kérlek szépen titeket, hogyha tetszik nektek ez a videó majd, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot rá, hiszen ezzel adjátok tudomásomra azt, hogy tetszik nektek, amit csinálok, és nyugodtan írjátok majd meg kommentbe is, hogy milyen tartalmakat szerintetek látna a csatornán. Ha bejön nektek ez a vlog, hogyha ezt végignézitek ezt a videót, akkor nagyon szívesen csinálok nektek ilyeneket. Na hát sziasztok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk a szobát reggelhez, pontosan 3:40. Most keltem fel, túl sokat nem fogtok látni belőlem most, mert korom sötét van kint. A villany sajnos nem tudom feloltani, mert öcsém alszik még, meg anyukám még is, és abban a szent pillanatban felkelne. Na mindegy, ez semleges dolog, és igazából bejelentkeztem nektek, ahogy mondtam, tegnap este, szombat van. Igazából nekem 7-től 12-kor indul a vonatom, addig most összekészülődök, felöltözök, elvégzem a dolgaimat, amiket szoktam csinálni, úgyhogy majd induláskor jelentkezem. Na hát, sziasztok! Itt vagyok újra, most jöttem ki a kapun, gyerekek, sétálok a vonathoz. Hát, azt mondanám, nem a legjobb idő van, de reménykedjünk, hogy a mai nap azért nem lesz olyan rossz idő. Van körülbelül 10-15 percem kiérni az állomásra. 7-ről 12-kor jön a buszom, vonatom. Aztán azzal fölmegyek Kőbánya Kispestig. Ott átszállok a 3-as metróra, onnét a 2-es metróra, és érkezünk a déli pálya udvarra. De Pesten megpróbálok nektek minél több helyen bejelentkezni, csinálni egy kis 1-2 pluszba videót, úgyhogy tartsatok velem. Na, helyzetjelentés. Kiértem körülbelül 5-6 perc alatt az állomásra, nem tudom, hogy csináltam. Ilyen még sose volt. Itt van előttem az állomás. Úgyhogy ez jó jel, mert biztos, hogy nem késtük le a vonatot, mert nincsen még ott kint senki. Meg az autók is járnak át, úgyhogy nagy baj nincsen, srácok. Na, itt vagyok a vonatállomáson. Egyébként bocsánat, hogyha a timelapse ilyen nagyon remegős, csak nem tudom, megpróbáltam kistabilizálni a kezemmel, hogy ne érződjön annyira, hogy lépek, ugye. Úgyhogy ja, majd ha felszálltam a vonatra, akkor jelentkezem. Déli pályaudvar, végállomás.
Kérjük kedves utasainkat, hogy szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmeztessék utastársaikat is. Viszontlátásra! Déli pályaudvar. This train terminates here. Please leave the train upon arrival. Goodbye! Sziasztok! Itt vagyunk, most szálltunk fel a vonatra, megvettük a jegyet, elszítünk egy cigit az állomáson délinél, beültünk ilyen kabinos részbe, itt vagyunk, föntülünk a vonaton, most megint egy más órás út vár ránk, hogy amíg leírünk, most már elmondom, Siófokra megyünk, nem másra, mint Zsoltival. Úgyhogy majd útközben csinálom, megpróbálom csinálni egy-két videót, amíg érdekesebb lehet, még így jól néz ki, úgyhogy, ja, pacsi. Na hát, sziasztok, mi érkeztünk Siófokra, körülbelül egy fél órája. Vészhangja, bocsánat, csak itt fünk a lépcsőházba, itt a lift. Már éppen indulunk boltba, megyünk még egy-két helyre. Aztán, hogyha hazaértünk, akkor utána lemegyünk a partra, és akkor ott már csinálunk videókat, meg beszélgetünk egy kicsit, úgyhogy... Na sziasztok, most kijöttünk itt körbenézni kint, hogy mi van. Aztán most itt vagyunk fent, vonatátjárónál, így. Aztán, látjátok, aztán nem sokára most elmegyünk vissza Zsoltékhoz, lepakolunk, és utána kimegyünk a partra, szóval ott megint jelent. Na hát, sziasztok, srácok, elérkeztünk a mai nap utolsó videójához. Igazából itt vagyunk kint a Balaton közepén. Itt van velem Zsolt is, még utjára megköszön. Majd a videóját megtaláljátok majd a komment szekció legelső címében, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett ez az egész vlog, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok meg a lájkot is, ezzel adjátok tudomásomra, hogy tetszik, amit csináltam nektek, úgyhogy még hogyha tetszik, akkor fog nektek még jönni ilyen vloggal, ilyen vlogokkal, csinálunk a Zsoltival majd közösen, meg írjátok meg nyugodtan, hogyha esetleg szeretnétek valamilyen gameplayt, akkor mit csináljunk, srácok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és ha tetszik nektek ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a lájkot, és a komment szekcióba mondjátok el a véleményeteket, hogy mit csináltunk volna jobban, vagy mit tehetünk volna még bele. Nagyon szépen köszönöm nektek, ha megnézitek. Itt én Mário voltam,